Jó estét kívánunk, kedves nézőink! 750. adásunkat látják. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét arra, hogy továbbra is folytatjuk Visszatekintő című sorozatunkat mai műsorunk után. Ebben a programunkban egy 15 évvel ezelőtti teljes műsort láthatnak majd. Mai adásunkban elsőként azt a tudósításunkat láthatják, amelyet a Művelődési Házban készítettünk. Szeptember 22-én este 6 órakor az ismert és méltán népszerű toxikológus dr. Zaher Gábor tartott itt előadást. Már a felkonferálást követő Taps is jelezte, hogy az előadás közönsége jól ismeri és tiszteli azt az orvost, aki szókimondó és érdekes előadásaival, nyilatkozataival, személyes kiállásával is az egyik legismertebb, és tegyük gyorsan hozzá, leginkább figyelemre méltó tagja az orvostársadalomnak. Talán éppen személyes példája adja a hitelességét annak, amit mond. Itt és most a COVID tükrében beszélt mindennapi szenvedélyeinkről, és arról, hogy miként változott a karantén ideje alatt a szenvedélybetegségek helyzete, száma, iránya. Elsőként persze magáról a koronavírusról és az általa okozott betegségről szólt. Ugye megjelent maga a betegség, hol? Kínában. Elég messze tőlünk. És közelebb jött, és minél inkább közelebb jött, annál inkább fenyegetve éreztük magunkat. Aztán megjelent Magyarországon, megjelentük az első betegek, magunk is akár belehallhatunk ebbe az egész történetben. És megmondom őszintén, én már több mint 35 éve vagyok orvos, végre voltunk, mert beöltöztünk, és minden biztonsági intézkedést megtettünk, de azért az ördög ezekben a szituációban nem alszik. Nagyon hasznos volt például a Facebooknak az a lépése, hogy mondjuk a fékereknek, például ezek a Gőbéri nevű fickónak a Facebook oldalát letiltották, amin több mint 100 000 követője volt, hiszen elindulnak a tömeges oltások. A szervezet ellenanyagot tud termelni, ami annyit jelent, hogy találkozik egy betegséggel, jelen esetben ugye a koronavírus fertőzéssel, akkor az ellenanyagok képesek arra, nagyon jó hatásfokkal, hangsúlyozom, nagyon jó hatásfokkal, és nem 100%-osan, hogy az illetőt megóvják magától a betegségtől. És ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, az oltás nem jelent 100%-os védelmet. Nem jelent egy biztos történetet. Jelen esetben ugye a koronavírus fertőzésnél is ugye ezzel kell tulajdonképpen számolni. Most a békés időben egy klasszikus oltóanyagok kifejlesztése, az akár több évet is igénybe vehet. Most nagyon jelentősen fölgyorsultak a folyamatok, és nagyon-nagyon sok laboratórium állt rá arra, hogy megpróbáljanak oltóanyagot fejleszteni, és bizony-bizony, amellett a 6 oltóanyag mellett, amelyik Magyarországon is elérhető, még azért más országokban is vannak oltóanyagai. A kínai Sinopharm oltóanyag fázisáros vizsgálatát 60 év fölöttiekkel nem próbálták. Úgyhogy ezt a harmadik oltást, amiről később majd szeretnénk külön beszélni, például ezeknél, az embereknél nagyon-nagyon komoly jelentősége van. És természetesen az oltóanyagokban sem tudjuk megmondani, hogy mi lesz 2 év múlva, de jelenlegi tudásunk alapján egyelőre az oltásnak nincs alternatívája, mert jó, magas hatásfokkal meg tud bennünket védeni attól, hogy kórházba kerüljünk, hogy intenzív osztályra kerüljünk, vagy akár bele is halljunk ebbe a történetbe, de a biztonság nem 100%-os. És azoknál is érdemes ugye fölvenni a harmadik oltást, akik annak idején az oltási kampány elején, valamikor január-februárban vették fel ugye az első oltásokat, és rá mondjuk 3 hétre, vagy AstraZeneca oltás szempontjában akkor 4 hétre oltottak, majd csak később gyújtották meg ugye ezt 12 hétre, úgyhogy ennél a populációnál mindenképpen javasolt. Vegyék föl magát az oltást, mert magának az oltásnak nincs alternatívája. És ha találkozunk a vírussal, akkor ez valójában a vírusnak a sejthez való kapcsolódását fogja tulajdonképpen meggátolni, mert az ellenanyag nem engedi, hogy maga a vírus hozzákötődjön a sejthez. Nagyon egyszerűen fogalmazva, ott van a kezében a kulcs, akkor valaki odajön, fogja ezt a kulcsot, és egy bazin nagyon távág egy 25 kilós népszavakalapáccsal, és a kulcs eldeformálódik, amit nem fog tudni bedugni az árba, nem fogom tudni elfordítani, nem tudom kinyitni az ajtót, és ezáltal nem fog tudni belépni tulajdonképpen magába a szobába. Ennek a helyzetnek a következménye lett a karantén, ami persze újabb megpróbáltatásokat jelentett. A bezártság fura dolgokra késztette a bezártakat. Lakótelepi lakás, 60 négyzetméter,
két felnőtt és két kamaszgyerek. De azt kérdezik, hogy mondjam, hogy a kamaszgyerek még a boldog békézőben sem egy egyszerű történet. Képzeljék el, amikor ugye meg össze is vagyunk zárva, és megszűnnek a napi kommunikációs témák. A korábban már meglévő szenvedélyek közül némelyek változatlanok maradtak, mások erősödtek, megint mások gyengültek. Számos nemzetközi vizsgálati adatot, tanulmányt mutatott be mondandója alátámasztására. Bizony, néha magunk is meglepődünk, ha szembesítenek bennünket a tényekkel. Előadásában kitért erre is. Természetesen előadásának csak szűk metszetét tudjuk közreadni, nem készíthettünk csak rövid felvételeket, ám akik ott voltak, mindenképpen maradandó élménnyel távozhattak. A lényeg előadásában többször is hangsúlyozta, hogy az oltásnak jelenleg nincs alternatívája, és hogy ő már megkapta a harmadik oltást is, és mindenkinek ajánlja, ha nem áll fenn esetében ezt kizáró ok, oltassa be magát. Nem véletlenül kapta meg a helyi közönség elismerését is. Szeptember 23-án délelőtt a bonyhádi kitűnő névzenész Kovács Gábor tartott hangszerbemutatót a művelődési házban, és persze zenélt is a gyerekeknek. Elsőként az óvodások, majd az iskola negyedik osztályosai vettek részt érdekes, szórakoztató és különleges zeneóráján. Az óvodás gyerekek élénk figyelemmel kísérték a megyeszerte jól ismert népzenész előadását és zenei bemutatóját. Tekintettel a gyerekek korára Kovács Gábor a Kacor király című mesét adta elő, és persze bemutatta előadása közben a zeneszerszámait is. Nálam bizonyára nem marad éhen, hiszen lesz ott út, ahol pászalomba, búcsos költött káposzta, sütök rostély ott vala, kell-e ízesebb vala, sütök rostély ott vala, kell-e ízesebb vala, lesz még fáradt pecsenye, Kacor király kedvence, meg egy kancsóka kakaó, szomjas vendégnek való. Meg egy kancsóka kakaó, szomjas vendégnek való. Krémes torta, tejszín mag, mindből a legfinomabb. Mézes kalács sütemény, tele lesz minden edény. Mézes kalács sütemény, tele lesz minden edény. Szavával kajtár macska, ő akarom mondani Kacor király, elég, mondta, mert minden szóra egy nagyot jajdult éhes gyomra a kínzó éhségtől, és attól tartott, hogy ez a róka előtt majd őt elárulja. Ezeket a hangszerbemutatókat a szövegbe ágyazottan mutatta meg a gyerekeknek. Az óvodások után aztán a negyedik osztályosokat köszöntötte énekével az előadó. Nekik már részletesen bemutatta a hangszereit, a húrosokat, így a gitárt, a citerát, a hegedűt, aztán a dobokat, majd a fúvósokat és az egyéb hangkeltő eszközöket is. Minden bemutatott hangszernél elmondta, hogy mi is kelti ennél a hangszernél a hangot. Saját készítésű hangszereit is bemutatta, közülük jó néhányat évszázadokkal ezelőtt a paraszti életben sok alkalommal készítettek el már a gyerekek is. Az egyik legismertebb paraszti hangszert, a citerát megszólaltatta.
sokoldalú, ötletgazdag zenészt ismerhettek meg a diákok, akinek jóízű, érdekes előadásait az egész Kárpát-medencében hallhatják az érdeklődők, legyenek azok bármely korosztály tagjai. Immár a Gyönki gyerekek is elmondhatják, hogy részesei lehettek ennek a ritka tehetséggel megáldott muzsikus előadásának. Szeptember 26-án búcsút tartottak Gyönkön. Ez az ünnep a templom védőszentjének az ünnepe általában, ám Gyönkön a felekezetek már régebben úgy állapodtak meg, hogy ne három, hanem egy búcsút ünnepeljenek, az pedig szeptember utolsó vasárnapja legyen. A mostani búcsú képeiből állítottuk össze a következő pillanatképeket. Már most felhívjuk nézőink figyelmét arra, hogy visszatekintő rovatunkban is értelemszerűen lesz búcsúi felvétel, érdemes talán összevetni a kettőt. Szeptember 28-án, kedden, délután 2:30-kor az Idősek Világnapja alkalmából köszöntötték gondozottaikat az idősek otthonában. Következő összeállításunkat az intézménytől megkapott felvételekből állítottuk össze. Az Idősek Világnapján a világ számos táján ünneplik és tiszteletükről biztosítják a föld időseit. Az idősek otthonában Bíró Kornélia intézményvezető tett hitet amellett, hogy gondozottjaik testi-lelki, szellemi, értelmi és érzelmi fizikai jólétük biztosítása a legfontosabb feladatuk lesz a jövőben is. Az intézményben eltöltött idejüket pedig igyekeznek élhetőbbé, otthonosabbá, szórakoztatóbbá és vidámabbá is tenni. Kifejezte azt a reményét, hogy munkatársaival együtt a jövőben is megvalósíthatják ezt a céljukat. Bejelentette, hogy beszéde után a De jó így együtt című műsort láthatják. Ebben nosztalgia, örökzöld és táncdal válogatás szerepelt a legismertebb
és legszerethetőbb magyar slágerekkel. A vidám és szórakoztató műsorban felléptek Gregus Anikó és Dobrozemszki Gábor, a Budapesti Honvéd Együttes szerződött előadó művészei. Most az ő műsorukból adunk közre egy részletet, amelyben a gondozottak is annak adják bizonyságát, hogy az időskor nem feltétlenül csak a magányról és az örömtelen napok egymás utánjáról szól. Október első hétvégéjén és mindig szombaton rendezik a szüreti napot Gyönkön. Ilyenkor már elkezdődik, de többnyire még nem fejeződik be a szüret, és ez az idén sincs másképpen. A mostani szüreti rendezvény történéseiből készített tudósításunkat most láthatják, kedves nézőink. A szüreti felvonulásra most is sokan készülődtek. A település központjára koncentrálva készült egy közös megállóhely, amelyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Kertváros városrészéhez tartozók, a belvárosban lakók közössége és a Művelődési Ház díszített fel a rendezvény színesítésére. A településen áthaladó utak építése miatt sem lehetett előre biztosan tudni, hogy milyen útvonalon lehet majd akadálytalanul közlekedni ebben az időpontban, de az biztosnak látszott, hogy ez így megvalósítható. Hát meg is valósították. A szüreti eseményeket az idén összekapcsolták azzal a ténnyel, hogy 125 éves a gyönki evangélikus templom, amely a legnagyobb evangélikus templom a Dél-Dunántúlon. Ebből az alkalomból hálaadó istentiszteletet tartottak, és megerősítették lelkészi szolgálatában Kollár Zsolt lelkészt. A megerősítést Aradi András esperes végezte. Most ennek az istentiszteletnek a legfontosabb pillanatait kötjük csokorba. Hogy dolgozzanak és itt megélhetést, új hazát
új otthont talál. Hiszen a Földet Isten azért adta az embernek, hogy művelje, és ő vissza az. A termést azonban mindig Isten adja. Ő áldja meg az ember munkáját. Az éltető táplálék és víz nélkül semmi nem lenne. Hálát adunk Istennek mindazért, amit ebben az évben is adott számunkra. Aztán a szőlőről, a szőlőtőről eszünkbe juthat ez a templom és az a közösség, amely vasárnapról vasárnapra összegyűl. 1478-ig a két nemzetiségű, magyar és német gyülekezet külön élt. Külön oratóriumban, külön prédikátorokkal. Azonban ekkor összefogtak azért, hogy az első templomukat felépíthessék 1786. Ezt a templomot növi ki később a közösség, és építenek újat 1896-ban, amelynek éppen 125 év. Ó Jézus Krisztus, te rendelsz apostolokat és prófétákat, pásztorokat és tanítókat a te szent egyházad építésére, és te készíted fel őket szolgálatra, szent lelket sokféle ajándék. Érgalmatban bízva kérünk, szánd meg népedet, és hívd el és erősítsd meg kollásolt testvérünket egyházat építésére. Áraszt ki rá szent lelkedet, hogy lelkészi szolgálatában téged kövessen. Mindenkor igazat szóljon szeretetben, és valamennyi szolgáltal együtt arra törekedjék, hogy a te néped eljusson a hit egységére, te benned, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus, aki elhívott téged a pásztori szolgálatra, maradjon veled mindvégig. Én pedig a Gyönk és környéke evangélikus egyházközség újraválasztása alapján megerősítelek a gyülekezet lelkészi hivatalában az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Gondjaira bízom továbbra is a gyülekezetet, hogy pásztorold az Úr Jézus Krisztus népét, ne kényszeredetten, hanem ödömösen, ne haszonlesésből, hanem odaadóan, ne uralkodjál a leánk bízottakon, hanem légy a gyülekezet példaképe. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyered az örök élet koronáját. A Gyönk és környéke evangélikus egyházközségnek pedig gondjaiba és szeretetébe ajánlom továbbra is kollásolt lelkészt. Az eseményen megjelent több lelkész is, akik szintén áldást kértek kollásoltra, köztük a helyi református lelkész Zeilinger Antal is. Erősíts meg Istenünk, amit cselekedtél értünk, és ne add el népedet kezeit a hallgatásnál. Erősíts meg Jézusunk, amit cselekedtél értünk, és tartsd meg, akiket megváltottál, véled már. Sokszor többet kell csendben lenni és térdelni az ő szín előtt, és aztán meghallani, amit mond. Amikor pedig meghallottuk, akkor nem tehetünk más, mint menni kell, és mondani kell, és hirdetni kell. És nem szabad megrettenni, és nem szabad, hogy félelem támadjon a szívünkben, mert abban a pillanatban, amikor félelem támadnak, az ellenség rettenten bennünket. Istenünk, ami Atyánkunk vár, rendíthetetlen és rettenthetetlen Isten, gondviselő, szerető mennyei Atyánk, aki kegyelmét árasztotta ki erre a világra, mindannyiunkra Jézus.
ott van a végén, hogy választottakat megjutalmazva, de aki Isten ellensége, az reszkes és végén. Nekünk nem kell félni, mert Jézus Krisztusban megtapasztaltuk az Istennek a szeretetét, a jóságát, hogy ő elhárítja rólunk az ítéletet. Amikor észbe kapunk, amikor hozzá folyamodunk, amikor meghajlik a térdünk, imádságot kicsolódik a kezünk, és megszólítjuk őt csak egy egyszerű szóval, egy egyszerű hangot, akkor Isten már is ott van velünk, és megölel bennünket, és megragadja a kezünket, és hogyha emelni kell bennünket, akkor felemel. 125 esztendeje áll ez a templom. Az Isten az ő kezét kinyújtotta az elejét felé, esperesülő gyülekezetnek a kezdeteit. Emlegette, honnan érkeztek az ősök, mikor épült az első templom, és sok fontos esemény lehetne a gyülekezet életéből. Ez a mai nap is egy fontos esemény. Ma is el akar kezdeni az élő Isten bennünk, velünk és álmodunk valamit. Hirdeti az ő szavát, először írt és pusztít, nyomlál, és aztán csak utána látál. A gimnázium kultúrtermében a közös ebédre meghívást kapott mindenki, felekezetre való tekintet nélkül, aki részt vett az istentiszteleten, vagy szerepet vállalt a szüreti nap előkészítésében és lebonyolításában. Az ebédet az önkormányzat biztosította, a süteményeket a felekezethez tartozó asszonyok sütötték, és az óbort az ebéd mellé a helyi szülős gazdák biztosították. Az ebéd végeztével, az udvaron pedig a szépen feldíszített fogatok készülődtek hajtójukkal és utasaikkal arra, hogy bejárják a szüreti felvonulás útvonalát. Gyalogosan ezúttal nem vonult senki végig a városon, csak egy kis szakaszon. Valamicskével délután 2 óra után aztán útnak is indultak a járművek a Petőfi utcán végig. Az utcán végighaladva a fogatokat sokan integetéssel üdvözölték, és a szép napos időben semmi sem zavarta a felvonulást. A Védemon közön áthajtva ért a menet a Rákóczi utcába. Itt most nem volt megállóhely, így akadálytalanul gördülhettek tovább a járművek a központ irányába. Az utcában több helyen is integettek a lakók a menetoszlopban tartózkodóknak. Megállás nélkül folytatták a menetoszlop járművei a vonulást a központon át, ám az már látszott, hogy a központban viszonylag sokan várják majd a menet visszaérkezését. A felvonulók jó tempóban hajtottak végig az Ady Endre utcán. A felvonulás végcélja ezen a szakaszon a benzinkútnál volt, ahol a menet visszafordult. Itt láthatták a felvonulók, hogy híd megerősítés miatt csak fél útpályán lehetett közlekedni. Varsát felé meg friss aszfalt volt már az úton. Visszatérve a központba, már jelentős számú érdeklődő fogadta a felvonulókat, és mind itt voltak a délutáni kulturális program szereplői is. A Tamásiból érkezett Pántlika és a helyi Grünewiese együttes táncosai. Itt hirdetett először a kisbíró. Mielőtt megjelent életünkben a Covid, megválasztottuk az új polgit. Tennivalója akadt is bőven, a járványügyi előírásoknak megfelelően. Talán már kissé túl is lőtt a célon, de hagyjuk is ezt, nem az én dolgom. Üresen maradtak az iskolák padjai, hazaküldték a gyerekeket online tanulni. A megállóhelyen épített sátrakhoz tartozó házigazdák jó szívvel kínálták a süteményeket, az üdítőket és a felnőtteknek a poharába egy kis jóféle gyönkibort is. Utóbbit persze csak mértékkel. Ha már ennyi táncos együtt volt a téren, a Vagabund zenekar tagjai némi frissítő után rázendítettek, a tánccsoportok pedig járni kezdték.
Amikor a táncosok befejezték, a menet tovább hajtott a József Attila utcán a kertváros irányába. Itt a hajdani lovaspályánál tudtak megfordulni, és újra a központ felé irányították járműveiket. Hamarosan el is érték a központot, és már megállás nélkül a Táncsics utcára kanyarodtak, hogy azon végighaladva a lakótelepi bolthoz érkezzenek, ahol szintén egy kis állomás várta a felvonulókat. Az látszott, hogy az itteniek is jó szívvel várták, és meleg fogadtatásban is részesítették az ide érkezett menetet. A kisbíró elmondta a mondókáját itt is. Aztán a zenészek játszani kezdtek, és a közben megérkezett, gyalogosan vonulók táncot jártak a vidám muzsikára. Aztán innen is elindult a menet a felvonulás végcéljához, az iskola udvarába, ahol évek óta zárják műsorral a születi felvonulást. Köszönjük. A szervezők nevében itt köszöntötték a lovasokat és fogatosokat, valamint megköszönték mindenkinek, hogy részt vettek az idei születi rendezvényükön. A műsor szervezőinek kérésére egy perces néma felállással emlékeztek a nemrég elhunyt Gyönki Balog Istvánra, aki hosszú éveken át volt résztvevője és szervezője a lovasok felvonulásának. A lovasok és fogatosok egy tiszteletkörrel köszöntek el a felvonulók nevében az ünneplőktől, és így adták át a helyszínt a műsor zavartalan lebonyolításához. A műsorban elsőként a kis óvodások mutatkoztak be, magyarul és németül is megszólaltak. A tamási Pántika néptáncsoport erdélyi székely és moldvai táncot is bemutatott.
Pegye János pánsip művész ismert slágereket játszott egyszerű, ám népszerű hangszerén. A Grünewiese néptánccsoport mindkét alakulata is táncolt, meglepetésként pedig mindnyájan együtt. Az este is aztán a táncé volt. Az iskola tornatermében
A Vagabund együttes szolgáltatta a zenét a hajnalban nyúló bálhoz. Történelmi irodalmi tanulmányi kiránduláson vettek részt a Tolnai Lajos Gimnázium 12. évfolyamos tanulói szeptember végén Budapesten. Először a Kossuth téren álló szobrokat, a Dunaparton látható holokauszt emlékművet, a cipőket tekintették meg, majd a parlament épületét járták körbe. A diákok ámulattal csodálták az országház impozáns belső tereit, és sok hasznos információval gazdagodtak az idegenvezetés során. Megtudhatták többek közt azt is, hogy a kupolacsarnokban őrzött Szent Korona közel 2 kg tömegű. Ezután a Margit-sziget felé vették a kirándulók az irányt, ahol szabadon fedezhették fel a látványosságokat, a kolostorromot, Szent Margit síremlékét, a japán kertet, a vadasparkot, majd a zenélők szökőkútnál pihentek meg. Késő délután a Terrorháza múzeumban látogattak a 12-esek, ahol részletes és kimerítő tárlatvezetésen ismerhették meg a nyilas uralom és a kommunizmus rémtetteit, szörnyűségeit. A kiállításon látottak és hallottak mély benyomást tettek a diákokra. A fővárosból végül azzal a tudattal indultak haza, hogy sok az érettségin is felhasználható tudással gazdagodtak aznap. Az idén 100 esztendeje annak, hogy megszületett a magyar költészet egyik jelentős alakja, Pilinszky János. A művelődési házban az elmúlt 2 hétben kiállítás őrizte emlékét. Több általános iskolai és gimnáziumi osztály is megtekintette ezt a kiállítást. A költő nehézségekkel teli élete mindössze 60 évig tartott. Igazi elismerése művészetének talán sohasem volt, leginkább a verset értők és szeretők hivatkoznak munkáira ma is. Ez a kiállítás abban segített nézőinek, hogy felkeltse a figyelmet versei iránt. Szeptember 22-én a Simontornyai várba látogattak el az 5. osztályosok. Ez a túra jó lehetőséget kínált a gyerekek számára, hogy megismerkedjenek a vár történetével és a reneszánsz kor szokásaival, főbb ismérveivel is. A vár többszöri átépítés után a mindenkori tulajdonosok szemléletének, ízlésének megfelelően a 16. század elejére reneszánsz kényelmet árasztó várkastéllyá alakult át. Majd a török és a kuruc idők viszontagságai következtében jelentőségét veszítette. Most pedig a tanulók Hunyadi Mátyás esküvőjének is részesei lehettek, belőlük került ki a király, aragonéi Beatrix, és az eskető pap, sőt a násznép is. Mindenki számára ideillő ruházatról és zenéről, táncos hozzáállásról a Vármúzeum mosolygós munkatársai gondoskodtak. Levezetésképpen pedig a diákok magukra vehették a láncinget és lemezvértet, fejükre sisakot tehettek, kezükbe pajzs, harci buzogány, alabárd és lándzsa, kard és csatabár kerülhetett. A mindvégig jó hangulat mellett készített számos fotó a bizonyíték erre. Szeptember 24-e a Diáksport nemzetközi napja.
ebből a magyar kezdeményezésre létrejött napból a helyi általános iskolások annyiban vették ki részüket, hogy a két tagozat a naptári évnek megfelelően 2021 métert futott, gyalogolt, esetenként sétált végig. Azok a diákok, akik elfáradtak futás közben, lassíthattak tempójukon. Az alsó tagozatosoknál többen is erősen kezdtek, majd menet közben kiderült, hogy ezt a tempót végig nem tudják tartani. A felső tagozatosok már megfontoltabban vágtak neki a bő négykörös távnak, ám itt is voltak, akik elfáradtak. A lényeg azért mégiscsak az volt, hogy letudják a 2021 métert a salakpályán. Eredményt nem hirdettek, a célba futva beérkezőket cukorkával jutalmazták. Ebben a korcsoportban is azonban a jó kondícióban lévők számára különösebben nagy erőfeszítést nem jelentett a feladat megoldása. Tanáraik közül is néhányan együtt futottak tanítványaikkal. Ismét áll a négyökrös szekér kompozíció a Sárszentlőrinc úzdi összefogás eredményeként és Renkec József nemrégiben elhunyt néptanító álmának megvalósulásaként. A művet a gyönki Horváth István fafaragó készítette el. Ő készítette egyébként a hazájukból elüldözötteknek emléket állító gyönki emlékművet is. Az alkotást szeptember 19-én avatták fel ünnepélyesen az úzdi ifjúsági szálló udvarán. Az ismert vers most fában álmodottan is újra megjelent, és emléket állít az itt született versnek. Szeptember 25-én csillagnézőben jártunk Hatházi Gergely portáján. Ezen az esti órán a Jupiter és a Szaturnusz bolygótársaink megfigyelésére volt lehetőségük azoknak, akik érdeklődnek égi utitársaink iránt. Azt persze nem tudhatjuk, hogy az ott és akkor megjelenteken túl kiket érdekelhetnek még a csillagos ég titkai és törvényei, ám az biztos, hogy a csillagászat azon túl, hogy számos érdekességet rejt, komoly tudomány is egyben. Számos földi eseményt éppen az égi vándorok megismerése és annak törvényei révén is érthetünk meg. Október 2-án, szombaton este is az érdeklődők rendelkezésére állt Hatházi Gergely. A jövőben is várhatóak még hasonló bemutatók, amelyet közzé is teszünk majd, hogy aki szeretné, hát láthassa. Ezek kiváló lehetőségek arra, hogy ismeretünket szórakozva gyarapítsuk. Kedves nézőink, mai adásunk véget ért, de folytatjuk műsorunkat Visszatekintő című rovatunkkal. Ebben a rovatban egy 15 évvel ezelőtti teljes műsort láthatnak majd. Ezt a műsorunkat holnap, kedden ugyanebben az időpontban és ugyanezen a csatornán megismételjük. Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy utóbbi adásainkat, ha nem tudták megnézni a megszokott adásidőkben, visszamenőleg is megtekinthetik az önkormányzat honlapján vagy Facebook oldalán is. Új műsorral legközelebb október 25-én, hétfőn este 19:30-kor jelentkezünk ismét a képernyőn, kérem tartsanak velünk majd akkor is. Mai adásunkat készítették Marcsa Dávid, videografikus, Majnai Klára narrátor és Lönhárt Ferenc szerkesztő operatőr. A nevükben is megköszöni figyelmüket, további szép estét, jó tévézést kíván a mai adás műsorvezetője, Bakonyi Névideman Andrea. A viszontlátásra!